Marci, azt néztem, hogy szezon közben Mathieu van der Poel minden egyes szinte, minden egyes helyszíre különböző luxusautóval érkezett. Te hogy közelítetted meg tábort? Hú, hát amúgy én is egy luxusautóval, tehát igazából a Burzsoltiék lakóautójával mentünk, vagy a Burzsoltinak a lakóautójával, úgyhogy azért az szerintem elég luxus volt, főleg, hogyha társaságot nézzük, mert hárman ültünk, és Takács Zsombor ült még ott, úgyhogy azért ilyen nevek mellett szerintem abszolút, abszolút luxus volt. Amúgy most nem láttad Matyiőt megérkezni? Szerény volt? Én nem láttam, állítólag későn jött, tehát csak egy nappal a verseny előtt járt pályát, aztán még aznap reggel, és ennyi. Megérted a világbajnokságot, úgyhogy légy oly kedves, mesélj nekünk egy picit. Hogy jött egyáltalán nálad ez a világbajnoki részvétel? Szerettél volna, valakinek felvetetted, aztán beneveztek? Hát igazából én már ezt így gondolkoztam rajta nyáron, de aztán a csapatfőnököm azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, mert én úgy gondoltam, hogy akkor mondjuk úgy, hogy crossozni fogok úgy, hogy cseh kupák, valami világkupa, mondjuk Benidorm, amit mentem, és akkor VB, mert mégiscsak Csehországban van cseh csapat, stb. De azt mondta, hogy őt ez nem érdekli, úgyhogy akkor mondtam, hogy hát akkor engem se érdekel, tehát ha nem saját pénzen én nem akarok elutazni minden hétvégén Csehországba. Aztán igazából így elég sűrű volt nekem az ősz, nem nagyon edzettem, elég hosszú volt a pihenőm, de crossozni itthon szerettem volna. Tehát, hogy az tök jó, hogy lemegyünk, és akkor Csergabival, Buzsóval így versenyezgetünk, így Magyar Kupán, azt én nagyon szeretem, nagyon élvezem. És akkor december elején az egyik Magyar Kupán azt mondta Buzsó, hogy te figyelj, nem akarsz elindulni? És azt mondta, hogy igazából csak a szállásomat kell kifizessem. És úgy voltam vele, hogy amúgy miért ne? Tehát odaadja mind a két kerékpárját, és hogy tök jó lenne, ha elindulnék. Hát az a baj, hogy el akartam indulni, úgyhogy... De várjál, az miért baj? Hát azért baj, mert december elején ezt kitalálni, hogy nem akarok egy VB-t menni úgy cyclocrossba február 4-én, hogy amúgy utoljára én ilyen rendezvényt 2019. szeptemberében mentem a mountain bike világbajnokságot, amikor amúgy már nem fókuszáltam a mountain bike-ra, tehát hogy már akkor is inkább az országút volt a fő cél, de én gyakorlatilag szerintem hát most 2017 óta alig ültem cyclocross biciklin. Tehát, hogy a Montin még oké, de cyclocrosson gyakorlatilag, amióta pannonos lettem, én nem nagyon ültem. Oké, tavaly ültem ezen az országos bajnokságon, meg előtte egy debreceni Magyar Kupán, de ennyi. Tehát, hogy én nem crossoztam, ilyen amatőr szinten, tehát ilyen magyar szinten mindig, de azért az nagyon messze van a világi élvonalától, viszont mindig is szerettem volna. Tehát nekem egy ilyen világbajnokság, meg egy ilyen kersz periódus bakancslistás a mai napig, úgyhogy nagyon szerettem volna, csak hát ez ilyen későn jött a dolog, és tehát azért látszik is amúgy az eredményen is, meg az előző versenyeken is, hogy ez ebbe azért nekem még nem sikerült így 100%-ig beleszokni, de már látom a fejlődést. Oké, de decemberben kitaláltátok, nem volt itt valami kvóta, amit teljesíteni kellett, vagy létezik az összeszabott kártya? Nem, nincs kvóta, én úgy tudom, hogy bárki nevezhet, csak egy ilyen maximum fő van, akit nevezni lehet. Nem tudom, hogy ez a magyaroknál mennyi, 2, 4, 6 vagy 8, fogalmam sincs, hogy mennyi, de ezzel nem volt probléma. Tehát, hogy benevezek, elindulok, kész, ennyi. Vagy hát benevez a szövetség, és elindulok. Ennyiből állt az egész. Hogy néz ki ez az egész? Vettél direkt bicót, esetleg volt otthon, kaptál kölcsönbe? Igazából végül is most úgy néz ki, hogy megvettem, vagy megveszem mind a két kerékpárt. Tehát, hogy nem akartam kihasználni Burzsoltit, úgyhogy egy relatív nagy beruházást tettem, de úgy gondolom, hogy ez mindenképp megérte. Csapattól kaptam kerekeket, meg hát bajnoki mezt, de hát azt ugye itt nem lehetett hordani. Egészen jó volt a technikai felkészültségem, én úgy gondolom, mármint nem az én technikai tudásom, mert azon van még mit bőven fejleszteni, hanem a technikai háttér. Oké, az országos bajnokságot megnyerted, aztán jött Benidorm. Mennyivel volt másabb ott a színvonal? Teljesen más. Teljesen más. Tehát, hogy ilyen elképzelhetetlen beli levelugrás. Jó, én azért erre számítottam. Tehát, hogy amikor montiztam már, akkor ugye lehetett látni, hogy amikor elrajtolunk, az egy ilyen tömegrajtos rendezvény, az olyan, mint amikor egy ilyen sprintbe futó van országúton.
Tehát, hogy ott minden pozíció számít, minden, tehát az egy rajt eldönthet mindent, és itt baromi gyorsan kellett elrajtolni, hát nyilván Benidormban nekem ez nem is sikerült olyan jól, felakadtam a karóra, hibáztam, és akkor onnantól kezdve én egy ilyen üldözőversenyt játszottam gyakorlatilag, és akkor egy-két embert sikerült lekapnom, majd aztán egy még visszaelőzött, és akkor így jöttem be, azt hiszem a 36. helyen, nem tudom. De nagyon durva volt, tehát hogy az az érzés, hogy így úszkál, elaladtam a gumi, így ezzel a kerékpár, meg kopog a felni mindenhol, ez ilyen számomra fura volt, mert tehát Monti nem kopogott a felni, meg ilyenek nem voltak. Hasonlít egy kicsit, de közben mégis teljesen más a két szakág, hát az országúti meg a cross, meg aztán végképp. Tehát hasonló biciklivel játszák, de teljesen más a kettő. Úgyhogy olyan levelbeli különbség volt, amire amúgy számítottam, de azért mégiscsak arcon csapott. Mi okosat lehet csinálni, ha egy világkupán full az utolsó sorból indulsz? Hát túl sok mindent nem. Próbálod keresni a réseket, aztán így előzgetsz. Tehát, hogy amúgy, figyelj, ha én most kettő sorral előrébről rajtoltam volna, valószínűleg az eredménye nem változtatott volna akkorát. Hogy képzeljük el a mezőnyt? Mennyire ügyesek? Tehát mondjuk, aki egy világkupán, a világbajnokságon, a 20.-30. hely környékén zár, ezek a versenyzők is kifejezetten ügyesek? Igen, hát itt most én voltam az erősebb, de kevésbé ügyesebb, maradjunk annyiba. Főleg Benidormban, de még itt is. Tehát nyilvánvalóan az, hogy kanyaronként szerintem mindenhol vesztettem egy másodpercet. Kanyaronként. És azért volt ebbe egy pár kanyar. Tehát azt mondtam mondjuk a Takács Zsombi tegnap, hogy szerinte a kanyarokban maximum 5 másodpercet vesztettem mondjuk egy, nem tudom, dobogós helyzethez képest, de biztos, hogy többet. Hát az egész körön, nem egy kanyarba. Tehát, hogy az egész körön szerintem csak a kanyarokba tuti vesztettem 30 másodpercet. De jól lehet, annyit nem, de az is sokat. Tehát ilyen, azt mondom, hogy 20 és 30 másodperc között vesztettem csak a kanyarodással, és akkor még az ilyen technikai dolgok, hogy hol szálljak le, hol ne, melyik ívet válasszam, tehát hogy azért itt én ezekben látom az óriási hiányosságot, mert amúgy, ha a szintiszta watt per kilót nézzük, akkor szerintem azért nem olyan nagy az elmaradás, tekintetbe véve, hogy ezekkel a srácokkal azért országúton versenyeztem, és némelyiket azért vertem is el. Igaz, hogy nekik a szezon most van, nem pedig nyáron, bár mondjuk egy Tibonisnek is. Akik előtted zártak, mondjuk egy perccel, másfél perccel, két perccel, ők mivel tudnak többet, egész egyszerűen csak többet versenyeztek idén vagy az elmúlt években? Biztos. Tehát, hogy egy az, hogy a rajtot azért el lehetett volna jobban kapni, és akkor, tehát nagy volt a tempó az elején, az nekem picit fura volt, tehát azért terepen menni 40-nel, azért azt nem gyakran csinálom. Van erő a lábamban, de azért terepen is le kell tudni adni. Érted? Most itt tehát volt mondjuk 5 kanyar az elején, hogyha mindegyikbe vesztettem egy másodpercet, és mindig mondjuk visszahoztam az egyenesbe, ott utána már kijön a különbség. Tehát utána már a 6. nem tudom visszahozni, a 7. meg még jobban leszakadok. Tehát ilyesmi, de igen, mindenképp verseny. Tehát meg ez egy ilyen tök, amit én éreztem, az, hogy teljesen másfajta terhelés, mint amit országúton kapunk. Tehát, hogy most országúton én begurulok a rajtba többnyire egy kávéval a számba, és akkor 4 óra múlva lejátszuk. Itt meg tényleg 1 óra, ami a csövön kifér gyakorlatilag, és még soha olyan, mint egy időfutam, hanem így teljesen más. Tudod, tehát, hogy montiztam régen, az nagyon hasonlított ehhez, mégis egy kicsit más volt, de hogy megint így fel kell venni a ritmust, és most az baj, hogy az országos bajnokságot nem lehet ezt hasonlítani. Tehát inkább a Benidorm, szerintem a Benidorm volt hasonló verseny, mint ez, és akkor azt mondom, hogy gyakorlatilag egy verseny volt a lábamban a világbajnokság előtt. Indultál a világbajnokságon, indultál Benidormban, utóbbi, tehát a VB az meghozta, vagy inkább elvette a kedved? Hát a Benidorm elvette, a tábor az meghozta. A Benidorm az nem tetszett, az nagyon nem az volt, amire én számítottam. A tábor az meghozta, tehát most nézd, azért én reálisan gondolkoztam, tehát hogy nem vártam magam a top 20-ba. Az egyetlen, ami szúrja a kis szememet, hogy amúgy ilyen borost, ha elkezd emelkedni az út, gyakorlatilag azonnal le tudok szakítani kis túlzással. Ő megbejött 7., én meg kört kaptam. Tehát, hogy ez a durva, hogy akkora különbségek vannak itt terepen, hogy amit nehezen dolgoztam még föl, viszont mivel így reálisan látom, nem vártam magam a top 20-ba, azt mondtam, hogyha valami nagyon jó napom van, akkor 30 talán, de több versenyt kellene menni. Most ez a 38, ez ilyen reális.
azt sajnálom, hogy nem tudtam kör nélkül befejezni, de hát ez van. Tehát Van der Poel nem lehetett volna, hogyha csak az emberek játsszák. Ugye ő az űrlény kategóriában van most már, szerintem. Úgyhogy végül is, ha ő nincs, akkor lehet, hogy befejezem kör nélkül, de mindegy. Csehország táborta voltál ott valaha azon a pályán? Soha. Nekem ott teljesen új volt. Állítólag amúgy változott is egy kicsit. Kívülről egyébként ez egy nehéz pályának tűnt, tényleg az volt? Ez attól lett nagyon nehéz, tehát leesett az eső. Baromira saras volt az egész, és hihetetlen nehéz volt kitekerni azokat a részeket, amik amúgy szárazon tök egyszerűek. Tehát itt meg volt, hogy 45-ös felnivel öntöm, és a 45-ös felnit ellepte a sár. És ott azt nem tudod kitekerni sokszor. Ha meg kitekered, akkor baromi nagy erőfeszítések vannak. Tehát szárazon volt már ott, meg amikor VB-t nyert, akkor is volt egy kis sár, de nem ekkora. Tehát ez most teljesen más volt. Ez most kb. Egy ilyen belga cross versenynek számított, azt mondták a srácok. Milyen bicóval voltál? Ridley-vel. Ridley-vel durace-el volt felszerelve, meg fast forward kerekekkel, szingos kerekekkel. Az egyiken dugaszt volt, a másikon meg challenge. Ha azt mondom, hogy Van der Poel-i az 5 csillagos bringa, akkor a tiéd kb? Hát szerintem azért az 5-ös az enyém. Tehát, hogy nem ezzel mondom. Ez top? Ez top bicó, abszolút top bicó. Tehát, hogy a Ridley-nek még azért nagyobb múltja is van ebben, mint a kanyonnak, én úgy gondolom. Nem, lehet, hogy a kanyonon is fejlesztettek az elmúlt években, vagy hát biztos, de én úgy tudom, hogy a Ridley amúgy a legjobb crossbicó. Most nyilván ezen 11-es elektromos szett volt, az övén 12-es, de ez sokat nem befolyásol. A gumi az gyakorlatilag ugyanaz volt az egyik bicón, tehát hogy ugyanazzal a dugasztal mentünk a Rinoval, amennyire én tudom, úgyhogy olyan nagy technikai belül különbségek biztos, hogy nem voltak. Azt meséld el, légy, hogy zajlik egy pályabejárás, tehát legelőször, amikor látod a pályát, végigmész teljesen lassan, és azok alapján választod ki például a guminyomást? Hát gyakorlatilag folyamatosan változtattunk a guminyomáson. Itt még nem is annyit, mint Benidormba, mert ott volt, hogy félkörönként eresztettünk, fújtunk, nem tudom, és akkor ilyen, de most olyat képzelj el, hogy mondjuk 1-4, vagy 1-5, vagy 1-4, vagy 1-45, vagy 1-52, ilyesmi. Egyébként érezni. Meg pont az, hogy az egyikkel még be tudsz kanyarodni, a másikkal már nem annyira, az egyik jobban kopog, a másikkal kaphatsz defektet, stb. Tehát, hogy ilyesmi. Ezek nekem amúgy nagyon új dolgok, tehát, hogy ezekbe így bele kellett szoknom, vagy hát még bele kell, mert 2 darab verseny után még nem tudok beleszokni. Nyilván amúgy a Buzsó meg Takács Zsombi segítettek ebbe sokat, hogy mit, hogy, én hallgattam az ő tanácsaikra, mégiscsak azért ők a crossosok, nem én. Tehát én csak egy ilyen amatőr, hülye országút is vagyok, aki oda téved. De jó volt, nagyon nagy élmény volt. Mennyit láttál a nagyokból? Hát a rajtban láttam őket, aztán elköszöntünk. Tehát ennyi volt. Jó, mondjuk Van der Poel mindenkitől. Ja, hát igen, ma most reggel visszanéztem a versenyt. Hát igen, tehát elég hamar az érre állt, úgyhogy gyakorlatilag azonnal, aztán elment. Kb. Amúgy erre számítottam. Hangulat milyen volt? Mert én elég sok magyar zászlót láttam a tévében. Hát na, az csillagos ötös, tehát hogy az elképesztő. Ez is volt az egyik motivációm, hogy nem tudom, mikor lesz táborba a legközebb világbajnokság, de lehet, hogy akkor én már nem fogok kerékpározni, vagy esetleg úgy adja az élet, hogy nem fogok tudni crosshozni. Úgyhogy mindenképp ez egy hatalmas motiváció volt, mert tudtam, hogy rettentő sok magyar lesz kint. Utolsó verseny a Stibának, tehát rengeteg cseh is. Baromi sokan szurkoltak a magyarok, illetve amúgy páran biztos az ATT felirat miatt is a lábamon. Elképesztő volt a hangulat. Nyilván én a mezőnynek a harmadik harmadába kerékpároztam, de még így is rettentően sokan megszurkoltak, csehek is. Szállás, körülmények, mondtad, hogy a bicó rendben volt. Ez hogy tetszett, ez a része? Baromi jó volt. Én a Buzsóval laktam, a Zsombival, a Takács Mátéval, meg pár szuperioros ráccal, akik kijöttek szurkolni, és tökéletes volt a szállás, supportot azt Buzsolti intézte, minden nap szét volt szedve a kerékpár darabokra, össze volt rakva, rendbe volt rakva, a rajt előtt 2 órával még leléktelenítette a fékeket, meg előző nap is, meg vitt légtelenítőszettet konkrétan a depóba is, hogyha baj lenne, mert 1 perc alatt leléktelenít, tehát hogy azzal arra nem lehetett panasz. Sőt, hát igazából semmire nem lehetett panasz, maximum az én technikai tudásomra, mert amúgy az a durva, hogy
még a formám is jó volt, tehát így erőnlétileg, úgyhogy egyedül ennyi. Tehát minden tökéletes volt, pont. Akkor igazából elmentél az esélytelenek nyugalmával? Kis túlzással, igen. Tehát nyilván Dér Zsoltal beszéltem erről, tehát hogy mégis ő a szövetségkapitány, és akkor mondtam neki, hogy esetleg benevezne táborba, először csak egy viccesen, aztán megkérdeztem a véleményét, azt hittem amúgy, hogy nem fogja támogatni, sőt, azt vártam, hogy ő fog lebeszélni róla, tehát ő volt az egyetlen ember, akiben kicsit tudott, úgymond bíztam abba, hogy lebeszél róla, és akkor leveszi ezt a kisebb fajta terhet a vállamról, de mivel ő is azt mondta, hogy támogatott, hogy igazából mikor máskor, ha nem most, tehát tök közel van a világbajnokság, rengeteg magyar lesz kint szurkolni, nyilván Blanka meg Zsombor meg Barni miatt mentek ki többnyire, de azért nekem is nagyon-nagyon sokat szurkoltok, és ez tök jó érzés, hogy mikor, ha nem most. Végül is, hogyha a szövetségi kapitány is azt mondja, hogy menjek, akkor mennem kell, pont. Oké, de mibe kavart ez be? Tehát, hogy mit csináltál volna például a hétvégén? Hát amúgy azért sok mindenbe belekavart, de nem a hétvégét. Tehát most a hétvégén valószínűleg edzettem volna. Tehát nyilván azért most még nem kellene formába lennem, de így az egész téli felkészülést át kellett variálni. Tehát most például én csütörtökön megyek ki edzőtáborba, és addig nem is ülök biciklire, és kint is valószínűleg nem fogok úgy résztávozni, mint ahogy tavaly résztávoztam, hanem hosszabb állóképességieket fogok menni. Nyilván ez majd függ attól is, hogy az edzőmmel mit beszélünk, Ábellel, meg hogy a csapattal mit beszélünk, hogy mi lesz a pontos versenyprogram, mire kell készülni, elengednek-e a Hongrira, nem engednek el, mi a fő cél, stb. De hogy alapvetően azért ez nagyon sok mindenben megváltoztatta a felkészülésemet. Elképzelhető, hogy ez az egész vissza fog ütni, vagy még jól is veszi ki magát, hogy más, mint a tavalyi? Hát figyelj, ez utólag fog kiderülni. Az is lehet, hogy vissza fog ütni, az is lehet, hogy vissza fog ütni, meg az is lehet, hogy jó lesz. Tehát ez ilyen lutri. De ebbe úgy voltam, hogy belemegyek. Akkor azért ez komolyabban, ahogy csak úgy beneveztek. Hát, hogyha ez úgy lett volna, hogy ahogy mondod, hogy ráértem, beneveztek, és vébeztem volna egyet, akkor körülbelül mentem volna 3 kört a 6-ból. Tehát, hogy... Ja, aha. Tehát akkor leestem volna a bicikliről az első kanyarba. Tehát ez nem egy olyan... Ez kívülről lehet, hogy egyszerűnek tűnik, de belülről nagyon nem az. Azon gondolkoztam, hogy ez a tábori világbajnokság nekünk magyaroknak lehetett volna sokkal ütősebb. Nyilván, hogyha Blanka nem betegszik le, és el tud indulni, illetve ott vannak a férfi juniorok, a Vastakács páros, talán tőlük mindenki egy picit többet várt. Te beszéltél Buzsóval, tehát hogy velük például mi volt? Hát Zsombival beszéltem, neki nem volt jó napja, de tudod, ez olyan, hogy ment egy, majdnem ugye Európa-bajnok lett, és akkor innentől kezdve azt várjuk el tőle, hogy akkor világbajnok legyen. És az a durva, hogy nem csak mi magyarok, hanem amúgy beszéltem a cseh csapattársaimmal is, meg a vezetőséggel, akik nyilván ismerik Zsombort, mert a fele társaság az crossból jön, az egyik sportigazgató, az edző, meg a szerelő, és mindegyik ismeri Zsombort, és mindig mondta, hogy hát igen, Zsombor lehet világbajnok. Tehát ez benne volt a pakliban. De itt annyira kicsik a különbségek, meg egy-két hiba, meg egy rossz nap, és látod, hogy 18. helyezés lesz a mondjuk az első helyett. Ez egyébként az ő pályájuk volt? Az, hogy Barninak mi fekszik, azt nem tudom, szerintem Zsombinak, ha szárazabb, akkor jobb lett volna. Maga a pálya szerintem jó lett volna, csak ez a nagy sár, ez most szerintem annyira neki nem kedvezett. Tehát az EB-ből kiindulva. Tud menni sárba, meg tud menni homokba, picit talán több volt az emelkedő, tehát én erre amúgy nem tudok az a baj releváns választ adni, mert nyilván én láttam őket versenyezni 3-szor, mondjuk egy Burzsolti látta őket versenyezni 150-szer. De szerintem, ha száraz lett volna, a Zsombinak mindenképpen jobb lett volna, Barninak nem tudom. Beszéljünk egy picit a búcsúzó Stibárról. Volt olyan pletyka, hogy ő az ATT-hez kerül. Ezzel mi a helyzet? Hát utólag én azt mondom, hogy szerintem ez csak egy, mert a mi csapat bemutatónkon is elhangzott, hogy Stibár lehet, hogy jön. Január 25-én volt, akkor azt mondták, hogy lesz egy tárgyalás, de szerintem így utólag én azt mondom, hogy ez szerintem csak egy kicsit a média
felkavarása volt, hogy még életben tartsák ezt a reményt, de azért, amit Stivari előadott, úgymond ez alatt a pár nap alatt, így azért nagyon, nagyon rákészült, hogy így utolsó verseny, úgy utolsó verseny, meg is ünnepelték, felakasztották a kerékpárját, szögre úgymond, úgyhogy szerintem ez csak kicsit ilyen hype-olás volt, hogy több figyelmet kapjon mind a csapat, mind Stibár. Szakvezetőként egyébként azt simán el tudom képzelni, hogy nálunk lesz, sőt, az több, mint valószínű, valamilyen szinten, most nem azt, hogy sportigazgató, de hogy egy-két versenyen ott lesz, és akkor mond egy-két beszédet, vagy ad egy-két tanácsot, de hogy versenyzőként, azt szinte kizártnak tartom. Matthew van der Poel, van vele kapcsolatban egy érdekes pletyka, azt hallani, hogy könnyen elképzelhető, következő télen leáll a cyclocross-szal. Mit tenne ez a szakággal? Mert legyünk őszinték, ha ő valahol elindul, akkor azért sokkal több ember jelenik meg az adott helyszínen. Hát azért, hogyha valaki teljes országúti szezon fut, akkor nagyon nehéz rávennie magát szerintem erre a cyclocrossra. Nyilván ők ebben nőttek föl, és nagyon-nagyon szeretik, és nem mellesleg nagyon-nagyon sok pénzt kapnak azért, hogy elinduljanak ilyen versenyeken. Tehát, hogy ezeket így szépen beillesztik a programba, de egy idő után már se a pénzre nincs szükségük, se arra, hogy minden hétvégén ott kell ilyen körözgetni, úgyhogy a taknyuk-nyáluk egybefolyik. Úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy előbb-utóbb leáll ezzel, de hogy mikor, azt nem tudom. De egyébként nem, tehát, hogy nem a Van der Poelék miatt mennek ki. Amikor ők kim vannak, akkor mondjuk az igaz, hogy 10-20 ezerrel több jegyet adnak el. Tehát, hogy az megdobja a nézőket, de amúgy Belgiumban, meg Hollandiában nagyon megy ez a sportág, tehát ha mondjuk a Nice, a Thibaut Nice fog pár versenyt nyerni országúton, és akkor ő vissza fog térni crossra, akkor lehet, hogy miatta fognak majd kimenni. Én legalábbis így gondolom. Jó, mi a most neked? Megint spanyol edzőtábor? Ugyanúgy Altea. És ez csapatos vagy magán? Csapatos. A januári volt magán, Lányi Tominál voltam kint a Cycle Lodge-ba, én eredetileg így terveztem egyébként, tehát én megvettem magamnak a repegyet, valamikor novemberben, és akkor felkészültem arra, hogy akkor hát az leszek a második edzőtáborom, tök jó, felkészülök az országúti szezonra, és akkor közben jött a cross, és úgy döntöttem, hogy hó, hát ha már ott vagyok kint, akkor elindulok a Benidormi világkupán. Tehát, hogy a edzőtábor volt egyébként az is, tehát majdnem 2 hetet kint voltam, de beleillesztettem egy Benidormi világkupát, hogy valamit mégiscsak menjek a VB előtt. Tominál amúgy ebben az időszakban teltház van? Hát azért én elég időbe szóltam, de teltház volt. Igazából oda jött a cross válogatott, tehát, hogy így együtt laktunk, akik így elindultak a Benidormi világkupán, meg utána átmentek Hugerheidébe, tehát nekik is félig edzőtábor volt, félig meg verseny. Úgyhogy azért jó volt, hogy időbe szóltam, mert nem, amúgy nem lett volna hely. Tehát az egyik csapattársam mondta, hogy hát akkor ő mégiscsak jönne a Tomihoz, és mondta neki, hogy sorry, de gyakorlatilag a Vaspeti mellé tudná befeküdni, úgyhogy nem. Úgyhogy teltház volt pont. Azt mondom, mondjuk el a hallgatóknak, hogy Cyclologe néven az Instagramon megtalálják Tominak a szállását, ami ugye Alteában található, és nagyon leegyszerűsítve egy kifejezetten modern, tök jól kinéző, kerékpáros barát szállás. Hát ez egy nagy ház, és akkor a egyenlőre egy konyhával, meg mondjuk 3 fürdőszobával, és akkor ide lehet menni egyenlőre. Az, hogy mit fog Tomi változtatni, azt még nem tudom pontosan, de így a magyaroknak szerintem ez baromi jó lehetőség. Alteában van egyébként, tehát ott a Kálpe és Altea között, mert tehát nem az Altea városba. Nem is pontosan Alicante, csak oda repülsz, és akkor onnan hip-hop. Hát Alicante vagy Valencia, igazából ki hova repül, Alicante jóval közelebb van, szerintem érdemesebb oda menni, de amúgy sokan repülnek Valenciába is. Igen, de tehát ez konkrétan gyakorlatilag az egyik központja az ottani kerékpáros életnek. Mi lesz az első versenyed? A Cyclocross az borította annyira a programot, hogy esetleg most még nem is tudod? De tudom, Isztrián leszek, Isztrián kezdek, azt nem tudom még 100%-ig, vagy hát egy picit reménykedek benne, hogy nem kell lemennem Isztriára rögtön az első versenyekre, mert azok sprint versenyek, és úgyis többen vagyunk ezekre a versenyekre, mint ahányan indulhatunk. Gondolom, engem nem fognak mindegyiken indítani, vagy csak egy-kettőn. Mondjuk a 3-ból talán egyen, most csak mondtam valamit. Valamelyiken ott kezdek, aztán Istrian Sprint Trophy, és akkor utána
horvát-szlovén egynaposok, amiből egy héten van 4 darabot valahol a környéken. Beszéljünk a Tour de Hongrie-ról. Dér Zsolt is említette a podcastben, hogy az ATT nem kap meghívót. Veled mi lesz? Eljössz, elengednek, ez tárgyalás alatt van, esetleg abban az időszakban tudsz indulni másik versenyen? Az a baj, hogy van párhuzamosan opció. És az nagyon csábító? Hát ezt nem én döntöm el. Nyilván én jeleztem, hogy szeretnék, ugye válogatott mezbe szerintem menni azért mindig óriási megtiszteltetés, a Hongrie számomra mindig kiemelt verseny, viszont ezt nem én döntöm el. Tehát én a csapatomtól kapom a fizetésemet, és azt csinálom, amit ők mondanak. Úgyhogy bízom benne, hogy elengednek, ha nem, akkor nem. Ezt nem, tehát nem fogom azt mondani, hogy már pedig én megyek Hongrit, mert akkor lehet, hogy őre nem lesz szerződésem. A Flèche de Sud van egyébként vele egy időben, az gyakorlatilag az egyik legnevesebb 2.2-es, illetve a görög kör van még vagy ugyanakkor, vagy a következő héten, de arra még nem 100%, hogy megyünk. A görög körre, ha hegyes lesz, akkor nyilván megyek, és akkor azt én azzal érveltem egy kicsit amúgy a sportigazgatónak, hogyha a görögkör tényleg a következő hétvégén van, és tényleg megyünk, akkor lehet, hogy a Hongrie nekem jobb opció lenne, mert kevesebb utazással jár, itthonról tudnék repülni, és egyébként is sebesség kerülne a lábamba, plusz még lenne más versenyzőnek hely a Flèche de Sudön. Na most, hogyha ha ők így gondolkoznak, akkor elengednek a Hongrira. Ha nem így gondolkoznak, hogy már pedig fiam, mi fizetést adunk neked, és ezért a Flèche de Sudön eredményt kell hoznod, akkor a Flèche de Sudön megyek. Jó, akkor ezt értjük. Elengednek, nem, csapaton múlik. Így van. Röviden tömören. Marci, zárjunk egy kvízzel. Erről nem szóltam neked direkt, hogy ne tudj felkészülni a válaszokra, meg ne tudj rajta gondolkozni. Erről a pár kérdésről egyébként majd a hét közben is, vagy a hét folyamán és a közeljövőben megkérdezzük a hallgatókat. Szóval jöjjön egy kvíz, igazából egy nagy felmérést szeretnénk csinálni, hogy a legnépszerűbb versenyzők és a legnépszerűbb csapatok között kik jelentik a topot jelen pillanatban, itthon is mit gondolnak a magyar tévénézők és hallgatók. Oké. De van AB opció, ugye? Van. Szóval az első kérdés az úgy szól, hogy ki a kedvenc versenyződ a nagy négyesből. Tudom, hogy Gerán Tomás egyébként, de ha nagy négyesből kell választanod, akkor ki? Pogacsár, Vingegor, Roglic vagy Evenepoel? Pogacsár. Jó, és ha megfordítjuk a kérdést, ki a legkevésbé szimpatikus, akinek nem nagyon tud szurkolni? Vingegaard. Jó. Pati ellen szól, csak most mindent ő nyert, és nem szeretném, hogy megint. Én azt szeretem, amikor így rotálódnak a Tour de France győztesek, meg a Grand Tour győztesek. Következő kérdés, melyik a kedvenc 3 hetesed? Giro. A felsoroltak közül melyik a kedvenc top csapatod? Visma, Bora, Ineos, Lidl Trek vagy a Sudal Quickstep? Ineos. Melyik idei 3 hetesen látnád szívesen Walter Attilát? Giro, Tour, Vuelta? Ez már bocs, ez hülye kérdés, hogy nyilván a túron. De igazából szívesen látnám úgy, hogy Giro, Tour, Vuelta. Mint a Sepp Kuss, és utána lenyerni a Vueltát. De mondjuk tehát akkor se duzzognék, ha esetleg a túrt nyerné le. Jó. Szigorúan kettőjük közül kit tartasz jobb versenyzőnek országúton? Wout van Aert vagy Mathieu van der Poel? Hát most az elmúlt év alapján van der Poel, amúgy. De ez szigorúan az elmúlt év alapján. Tehát, hogyha viszont úgy korábbra kell visszatekinteni, akkor szerintem a Van Aert jobb. És az utolsó kérdés, nyilván ezt itt most nagyon nehéz ilyenkor megmondani, tényleg csak játszunk. Ki nyeri a 2024-es Tour de France? Tadej Pogacsár, Jonas Vingegor, Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Richard Carapaz, Carlos Rodriguez, és van egy olyan opció is, hogy óriási nagy meglepetés lesz, és más versenyző. Remélem a Tao. Utolsó kérdés, ennek a szezonnak nagyon sok érdekes kérdése és várós témája van. A kérdés az úgy szól, hogy te melyiket várod leginkább a felsoroltak közül. Roglic elmegy a túrra és megcsapja a Vismát, tehát a volt csapatát. Második, Pogacar összehozza a duplát, tehát Giro és Tour egymás után. Harmadik, Cavendish rekordot dönt és megelőzi Merckxt. A negyedik, hogy Remco Evenepoel elmegy a túrra, és elsőre meg is nyeri. Az utolsó pedig, hogy Wout van Aertnak végre sikeres lesz a tavasza, tehát Roubaix plusz Flandria dupla. Ezek közül neked melyik? Lehet kettőt választani? Lehet. Neked kettőt, a nézőknek majd csak egyet. Hát az első azt mindenképp, tehát Roglic megcsapja a Vismát a túron, azt mindenképpen, illetve a Cavendish rekord. Jó, oké, hát akkor megvolt a VB, és igazából nagy élmény, ez a lényeg.
Igen, jó volt, nagyon tetszett, a Bagancs István ez ki van pipálva, majd meglátjuk, hogy lesz-e még a életem során VB, mert Cyclocross az biztos, hogy lesz, de VB-t nem tudom. Abszolút jó, abszolút jó. Amúgy a csapatban most szerintem van valami pozitív visszhangja ennek, úgyhogy szerintem még talán jól is sült el eddig ez a sztori. Oké, Marci, nagyon szépen köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, aztán hamarosan folytatjuk. Szia-szia! Hello, köszi! We'll be right back.